Egyre inkább teret hódít magának Magyarországon a futgolf. Budapesten Market Kupa néven az októberben alapított Futgolf Hungary se szervezett egy eseményt a labdarúgó NB1 játékosainak, strandlabdarúgóknak és női focistáknak. Szeretnék a sportágat népszerűsíteni, illetve terveink között szerepel nagyon sok verseny, akár hazai és nemzetközi verseny kiírása, a sportág népszerűsítése mellett az esélyegyenlőség megteremtésével a hölgyek, fiatalok bevonása, illetve a BOSIK programon keresztül az utánpótlások elérése, illetve amiért ez a mai rendezvény létrejött, az NB1-es futballistákkal szeretnénk megismertetni ezt a sportágat, mivel a futballhoz nálam jobban értők azt mondják, hogy akár így a ligameccsek lezárása után egy nagyon jó levezető mozgásforma, nagyon jó tréning lehet a sportolóknak, ugyanis a golf és a futball szabályait ötvözve azt igényli, hogy mind a két sportágból a legjobb képességeket használják a játékosok, tehát szükség van a golfosoknak a fegyelmére, koncentrációjára, és szükség van a futballistáknak a robbanékonyságára, a technikájára és a pontos célzásaira. Élvonalbeli labdarúgóink az elmúlt években többször kritizálták a futballpályák talaját, ám ilyen dombokkal és homokcsapdákkal tűzdelt terepen még biztos nem kamatoztatták tudásukat, de végig küzdötték magukat a 9 pályán. Megmondom őszintén, először csinálom ezt a sportágat, de mindig is szerettem volna kipróbálni. A 21-en még nem voltunk, de ahogy emlékeim nem csalnak, a nagy válogatott már részt vett egy ilyen rendezvényen, és akkor jött nekem is ez az ötlet, hogy ha lesz ilyen rendezvény, akkor én is szeretnék részt venni rajta. Hát itt vagyok, és egyelőre nagyon élvezem. Csupa jót tudok erről mondani. Nehezítő körülmény, hogy kicsit havasak a pályák, de amúgy nagyszerű játék. A Futgolf Hungary se tiszteletbeli elnöke nem más, mint a korábbi világválogató Détári Lajos, akit az Egyesület a leendő Európai Szövetség elnöki posztjára is jelöl le. Nem mellékes, hogy Détárit Magyarországon kívül 8 további nemzet is támogatja. Megkeresett az Egyesület, és vázolták a terveiket, és utána felkértek, hogy vállaljam el ezt a pozíciót. Én nagyon szívesen elvállaltam, hiszen ez egy olyan sportág, amelyik gyönyörű környezetben játszódik, benne van a labdarúgás, úgyhogy kíváncsiak az, hogy mire jutunk majd. A Market Kupa első teljes körében a pályacsúcsot a Kecskemét pályaedzője Szamosi Tamás állította be. A mindent eldöntő egy pályás összecsapásban azonban alul maradt Hídvégi Sándorral szemben, így pedig az MTK hátvédje vihette haza a torna trófeáját. Hogy érdemes lenne futgolfozni egy NB1-es felkészülési időszakban? Arról mondjam véleményt, ez egyik legfőbb illetékes. Ha egy csapat elmegy egy ilyenre, az hangulatfokozó is, illetve főleg a téli alapozást kicsit megboríthatja, olyan szempontból, hogy még egyszer mondom, a hangulatot javítja, és mondom még egyszer, ez felér egy szabadrugás gyakorlásával is, tehát úgy gondolom, hogy remélem Debrecenbe bevezetik.